Oh, ciò che glielo Salome. Ez a hét is nagyon érdekesen telt. No, nyilván meglátjátok. Örülök, mert minden héten van valami tanulnivaló, és egyre közelebb vagyunk a megoldáshoz és a versenyhez, valamint lesz hozzátok pár kérdésem. Az edzőmmel is beszéltem a versennyel kapcsolatba, ő nem lesz ott a versenyen. Két szó! Ami nem probléma. Jelenlegi testsúlyom 94,5 kg, amiről azt mondta, hogy tökéletes, és majd az előtte lévő nap 4,5 kg simán le fogunk zaunázni. Évek óta nem voltam még 90 kg alatt, de be fogunk fogyni 90 kg alá. Mivel hogy doc pontok alapján lesz a győzelem. De miért is beszélünk győzelemről? Még van munka. Na lökjük! Közel a célhoz. Már nem szabad hibázni. Minden apróság számít. És precíznek kell lenni. Na, srácok, ez volt az oka annak, ez egy edzés előtti pörgető, hogy az a deadlift az füstbe ment, és nagyon reméltem, hogy valóban ez az oka, ezért a kedden pihentem, és szerdán nekiálltam újra. Nem szoktam edzés előtt inni, általában egy Monster szoktam meginni, ez 150 mg koffein, másfél literbe, szóval annyira gyorsan nem kerül a véráramba, viszont ez egy ilyen sát, 200 mg koffein, és kicsit azért élgyomorra vagyok, ami még inkább hozzásegíti, hogy gyorsan bekerül a véráramba, és hirtelen eljön az a csúcspont, és utána boom, crash, végem van. És már 180 kilónál is éreztem hétfőn, hogy teljesen kezdek szédülni.
ezért nem húztam el a 245-öt, viszont szerdán húztam egy nagyon jó 245-öt, viszont lehetett volna még jobb. És most jön a kérdés felétek, van az edzőmmel is beszéltem erről, hogy egy kicsit túlságosan könnyűre vettük talán az intenzitást, mivel eddig folyamatosan túllőttem, szóval a deadlift back off setteknél megkockáztatom egy nagyon kicsivel több súlyt, valamint a másodlagos guggoló és felhúzó napon is egy kicsit több súlyt használtam, mint ami be volt írva, bár ezt mind megbeszéltem az edzőmmel, annak érdekében, hogy láttátok, 170 kilónál is, de inkább 245 kilónál egyszerűen nincs meg bennem ez a magabiztosság, mivel nagyon rég dolgoztam már ekkora intenzitással. Szóval, hogy említettem az edzőmmel, már beszéltem erről, viszont úgy gondoltam, hogy ha már ennyit segítetek nekem a kommentekbe, akkor miért ne kérdezhetném meg tőletek is, ez is csak egy extra, többször többet lát, szóval köszönöm szépen, ha kommenteltek azzal kapcsolatban, hogy megéri-e egy kicsit kockáztatni és növelni az intenzitást. A fekvőnyomásomról annyit, hogy azért volt olyan szegényes az a megállítás, mivel rengeteg fáradtság halmozódott fel múlt hétről, és tudatosan volt ez csak tacsengós, jövő héten jó lesz. Jövő héten utolsó nehéz hét, és utána el sem hiszem, Dublin verseny, a repülő le van foglalva, a szállás le van foglalva, a egyik legjobb barátom velem tart. Szóval még egy utolsó akadály van előttünk, nem is akadály. Szóval teszem a dolgomat úgy, ahogy ti is, szóval ha tetszett ez a videó, like és subscribe, let's go baby! Na ennek a hétnek is vége. Remélem, hogy jót fogok álmodni.